Véget ért a bajnoksága a dárcosoknál, ahol ismét kimagaslóan szerepeltek a sárospatakiak. Az elmúlt hétvégén azonban ismét előkerültek a nyilak és a céltáblák a sárospataki rendezvénycentrumban, ahol egy jó hangulatú versenyen mérték összetudásukat. Idén harmadik alkalommal zajlott a Sárospatak Open Darts verseny, ahol ukrán versenyzők emelték a rendezvény rangját, melyre az árvíz miatt sokan nem tudtak eljönni. Egy olyan 40-50 fő közötti létszámot vártunk a versenyre, ebbe is az árvíz beleszólt, ugye abba úgy szántoló putnokról, ami nagyon szép számú játékos állományra rendelkező klub, ők nem tudtak megjelenni a versenyen, úgyhogy így 22 fővel játsszuk most ezt a fordulót, ezt a 2010-es Sárospatak Open-t. Tulajdonképpen kicsit szomorú vagyok pont emiatt, hogy sok embernek ez a problémája, hogy pont a víz miatt nem tud eljönni erre a versenyre. Hát akik itt vannak, ugye Ukrajnából, Miskolcról azért a fanatikusabbjai el tudtak jönni. Igazából nem vagyok, tehát a játékos állomány szempontjából pedig nem vagyok szomorú, mert azok az emberek, akiket ide vártunk, azok itt vannak. Azt hiszem új szint hozott, hogy Ukrajnából itt vannak a játékosok. Mit tudhatunk róluk, hogyan kerültek ide? Igen, hát ők tulajdonképpen már képbe voltak, tehát mi jártunk hozzájuk versenyezni Ukrajnába, ők még nem voltak nálunk ugyan, de a terveinkben az szerepelt már, ez már nem volt titok, hogy közülük 4-5 embert le fogok igazolni itt a darts klubba. Szívesebben járnak Magyarországra játszani, mint Ukrajnának a belső része felé, tehát ők Ungváról tudnának jönni, és viszonylag közeli távolságban van nekik Sárospatak, tudnának ide jönni edzésekre, és az itt rendezendő versenyekre mindenféleképpen. Tehát ez nagy színfoltot jelentene, mert egész jó játékos állományjal rendelkeznek. Most zajlik a páros döntő, milyen volt idáig számotokra az út, kik az ellenfelek, mi várható? Hát a mi szempontunkból ugye a Béres Hornyák idézőjelben bajnok párost eléggé megszorongatták, hogy az első körbe ki is kaptunk rögtön a Csornyák-Molnár párostól, Vigaszágra kényszerültünk, így elég nehéz volt az út, mert nagyon sok jó játékoson kellett több játékkal túl menni, hogy vissza tudjunk jönni a döntőbe, de hát végül is sikerült, úgyhogy nagyon-nagyon bukdácsolva, de azért visszakerültünk a vigaszágos döntőből a rendes döntőbe, a főágra, úgyhogy most még következik még egy igazi döntő, és akkor aki most nyer, az lesz a páros döntős nyertese. Egyéniben mi várható? Hát tulajdonképpen ezek az emberek, akik most neveztek a párosba, ezek az emberek fognak nevezni majd egyénibe is, tehát tulajdonképpen ez a 22 ember az, aki meg fog majd mérkőzni egyénibe is. Hát itt már azért szerintem fog borulni a papírforma, papírformának nevezett valami, mert igazából még a sorsolás most fog jönni. A megyei fordulóknál előnyt érveztek azok az emberek, akik a bajnokság folyamán jobbnál jobb eredményeket értek el, és kiemeltek voltak fordulóról fordulóra. Ők azért nem kerülhettek össze. Ezen a versenyen nincsen kiemelés, itt bárki bárkivel összekerülhet az első körbe. Viszont vigaszágas, tehát most nagyon-nagyon pekesnek kell valakinek lenni ahhoz, hogy kétszer egymás után jó játékossal kerüljön össze, és kétszer kikapjon. De hát ez még, ez a sors fintorán benne lehet ez is.